szerveztünk, ez a mai egy ilyen úgymond kampányító lakossági fórum, amely csak plakát, illetve Facebook formájában hirdettünk. A kampányzárunk lesz egy nagyobb volumenű, azt, hogyha emlékeim nem csalnak, az március 29-én lesz ugyanígy. Ott már minden egyes postaládába eljutatjuk a személyes meghívót, és bízok benne, hogy minél több Ajka és Ajka környéki lakos tiszteletét teszi, és meghallgatják azt a programot, amit 2015-ben elkezdtünk, és hogyha vicce szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy 2018-ban folytatjuk, de ugye ez csak a rövidített és lebutított verziója annak a eredménysorozatnak, amit még szeretnénk tovább fejleszteni. Akit nem ismernének, azoknak egy rövid bemutatkozót szeretnék elmondani, majd utána köszöntöm itt Tapolca város polgármesterét, jó barátom a Dobó Zoltánt, aki részes ennek az egész kampány időszaknak, és magát a lakossági fórumot egy ilyen asztali beszélgetésnek, egy kötetlen beszélgetésnek szántunk. Közéleti eseményekről, helyi eseményekről szeretnénk beszélgetni, illetve átadjuk a terepet a hallgatóságnak, hogy akár ajkai kérdéseket, vagy akár országos viszonylatban vagy politikai, vagy más meghatározó eseményekről kérdezzenek. Én magamról annyit szeretnék elmondani, 74-ben Tapolcán születtem, ott is élek, ott is dolgoztam 22 éven keresztül az egészségügyben. Egy részét a kórházban, másik részét pedig az országos mentőszolgálatban. 4 gyermeket nevelek feleségemmel, egy 18 éves, egy 17 éves lány, illetve egy gyönyörű szép iker párt, a Jankát és a Baját, akik most 4,5 évesek. A szívem csücske mind a 2 gyermek, a nagy gyermekek pedig most már lassan kirepülnek a családi kötelékből. Ugye szakmámból adódóan az egészségügyel foglalkoztam több éven keresztül, és 2014-es önkormányzati választáson, amelyben ugye helybe kiütöttük a Fideszt, amely több éve regnált már ott a városban, de olyan fejlődés nem volt tapasztalható, ami azt mutatta volna, hogy ők tovább vezessék ezt a várost, és az ott élők bizony nemet mondtak rájuk, és igent ránk. És elkezdődött egy olyan forma fejlődés, kisebb forrásokból is, de amik már meglátszanak Tapolca életében. Tapolca berendezkedése hasonló az ajkai városéval, ugyanúgy kevés pénzből, de nagyon sok mindent megoldottak itt a településvezetők. 2015 egy sorsdöntő választás volt, 2015-ben időközi parlamenti választások voltak, Jobbik színeibe indultam, és igen, itt ezt még után megtalálták a szavazók azt az esélyes jelöltet bennem, aki le tudja váltani a Fidesz jelöltjét. Ez 2018-ban is ugyanígy megismételhető, egy dolgunk van, el kell menni szavazni, és mi bizonyítja ezt jobban, mint a Hódmezővásárhelyi vasárnapi választás, hiszen ez egy olyan sorsdöntő választás volt, ami befolyásolja az emberek életét. Több mint 61%-a a választópolgároknak az urnához fáradt, és elmondták a véleményüket egy úgymond fideszes fellegvárban. Erről fogunk majd elsősorban polgármester úrral beszélgetni, hogy ennek a helyi vonatkozásai, országos vonatkozásai, de azért meg kell említeni, 3 év volt arra, hogy Ajkán is bizonyítsam azt, hogy képes vagyok ennek a területnek, ennek a városnak a képviseletére. Én azt gondolom, hogy ez idáig minden egyes olyan politikai irányvonalat félretettem, hogy a polgármesterekkel beszélgettem, legyen az Ajka város polgármestere, vagy kisebb települések polgármesterei, hiszen itt nem a pártpolitika számít, hanem az, hogy próbáljon valaki segíteni. A segítség sok mindenbe kimerülhet. Lehetnek ezek akár adományok formájában, amelyben innen is szeretném megköszönni Egervári Tamásnak, egy helyi vállalkozónak a nagyszerű segítségét, aki továbbiakban is segít akár Ajkának vagy Tapolcának a szállítmányozásban, hiszen minimális költséggel hozott el olyan felajánlásokat Németországba, amik gazdagították az ajkai kórháznak az osztályait, itt betegágyak, műtőasztalok, egyszer használatos felszerelések. Sokan azt mondták, hogy ez lomis cuccok, ugye viccesen próbálták ezt beállítani. Hát azt gondolom, hogy az Ózdi kórház igazgatója majdnem elsírta magát örömébe, amikor ezeket a lomis cuccokat meglátta. Tehát ebből látszik az, hogy az egészségügy akár itt helyi szinten, akár országos szinten milyen borzalmas állapotban van.
tehetjük a szociális intézménybe, december hónapban sikerült egy kisebb adományt szervezni, illetve ott egy kapcsolat felvétel van folyamatban a Bajor Vörös Kereszttel, amit évek alatt nem sikerült nekik összehozni, úgy néz ki, hogy két hónapon belül megállapodás fog születni, és egy kölcsönös partneri kapcsolat fog kialakulni a két szervezet között. Azt gondolom, hogy a későbbiekben ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. A terveink között 2018. április 8-a után, április 9-től ugyanezt a konstruktív együttműködést szeretném folytatni a várossal. Újra kell gondolni az új kormánynak azt, hogy milyen pályázati lehetőségei vannak a városoknak. Újra kell gondolni azokat a pályázati kiírásokat, amelynek legnagyobb vesztese itt a választókerületben a két legnagyobb város, Ajka és Tapolca volt. Hiszen Ajka tekintetében 12 topos pályázat közül 3 volt az, ami nyertes, de hát ez még a 10%-át sem meríti ki annak a nagy forrásnak, amiből a fejlesztéseket meg lehetett volna itt városi szinten oldani. És ezekből a fejlesztési forrásoknak, ezeknek a fejlesztési forrásoknak nyertesei az itt élők lehettek volna. Tapolca tekintetében sajnos ugyanezt fogom tudni elmondani. Ott is hasonló volumenű pályázati forrás volt, és a megvalósítás az minimális és igen csekély. Ennyit szerettem volna első körben elmondani magamról, illetve a programról. Polgármester úrral most Hódmezővásárhelyről talán arról igen, beszélni. Szerintem érdemesen néhány szót szólni arról, hogy mi történt a hétvégén, és hogy mit jelent ez nekünk, mit jelent ez Ajkának, és mit jelent ez a Veszprém megyei 3 számú választókerületnek, mert hát úgy látjuk, hogy egy óriási fordulat következett be a közös gondolkodásban, és sikerült az, ami nagyon sokáig lehetetlennek tűnt, egy végtelen anyagi forrással, egy végtelen média felülettel rendelkező, minden hájjal megkent csapatot az igazsággal és a valósággal megverni. Nekem a legszebb szlogán, ami Hódmezővásárhelyre eszembe jut, és ami nagyon tetszett, amit nemrégiben olvastam, hogy a szeretet hatalma az legyőzte a hatalom szeretetét. Tehát ebben a körben kell gondolkoznunk, és az összefogást nem győzzük hangsúlyozni. És innentől kezdve viszont a választók józan ítélő képességére bízzuk azt, hogy ki az a legerősebb, nem kormánypárti jelölt, aki valóban képes arra, hogy úgy képviselje egy-egy körzetet, egy-egy várost, ami aztán annak a városnak, körzetnek tényleg előnyén válik. Nem kell tartani attól, hogy ha nem jelenlegi kormánypárthoz tartozó embert választanak meg, akkor Ajka vagy bármely térség kimarad a pénzosztásból. Erről van egy nagyon markáns véleményem, azt gondolom, hogy Ajkának sokkal több forrás jár. Ez furcsa lehet az én számból, pedig én nem Ajkát képviselem, én egy másik város képviselek, de ugyanez a helyzet. Hiszen az ajkai választópolgárok egyfelől választanak, másfelől viszont adóznak. Termelnek és működtetnek egy-egy alrendszert, egy-egy várost, az államháztartásba befizetnek. Tehát nem lehet politikai kérdés az, hogy Ajkának jár-e támogatás vagy nem jár támogatás. A kormánynak kutya kötelessége lett volna Ajkát épp úgy lélekszámarányosan ellátni fejlesztési forrásokkal, mint ahogy ellátta a Pápát, mint ahogy ellátta a Füredet és az összes többi város. Nagyon örülünk neki, hogy ezek a Veszprém megyei városok sok fejlesztési forráshoz jutottak. Bízom benne, hogy nagyon körültekintően és jól használják fel, de ugyanakkor számunkra érthetetlen az, hogy egy olyan ipari csomópontot, mint Ajka, meg a kormány hagyna elsorvadni. Ez szerintem méltatlan Ajka városához, méltatlan az itt élő emberekhez, és azokhoz a hagyományokhoz, ami Ajkát fémjelzi. Arról nem is beszélve, hogyha megvizsgáljuk, hogy a befizetői oldalon, a megtermelői oldalon
Hajka milyen nagy csellenben szerepel, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy Hajkával méltánytalanul bánik ez a kormány, és nagyon kevéssé veszi figyelembe azt, hogy az itt élőknek mi a valódi célja, és mit érdemelnek az itt élők. Ez talán most a legfontosabb kérdés. Van ugye a hódmező, amit már említettem, a hódmezővásárhelyi választás azért megmutatta az emberek erejét és akaratát, hiszen egy fideszes fellegvárba, várva Lázár miniszter úr otthonában, ahol több éven keresztül volt polgármester, és a polgármesteri székből majd egyből átult a miniszteri székbe, egy ilyen fideszes fellegvárba megdönteni a Fidesznek, Sorbán Viktornak hatalmat, ez egy óriási győzelem. Ugye képviselőjelölt, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó jelölt, ezt ugye a Jobbik kereste meg őt az a kéréssel, hogy induljon el független jelöltként ezen a választáson, és érdekes módon az összes többi ellenzéki párt is beállt mögé, hiszen egy olyan erőt láttak a jelöltbe, amely képes leváltani az akkori hódmezővásárhelyi induló fideszes jelöltet, aki a városnak az alpolgármestere volt. Én azt gondolom, mint egy közéletben egy meghatározó személyiség és ismert személyiség is volt. És így ilyen nagy részvétel mellett sikerült megverni, és ez bizonyítja azt, amitől félt legjobban és fél mai napig a kormány. Az emberek megmozdulnak, egyből le tudják váltani ezt a kormányt. És lehet most magam ellen beszélek, nem a pártok váltják le a kormányt, hanem a szavazók váltják le a kormányt, és szavazók adnak bizony egy bizalmat egy pártnak, hogy ő egy új kormányt létesítsen, és 4 éve van arra, hogy valamit letegyen az asztalra, ami azt hozza, hogy a választó polgároknak legyen az, aki rászavazott, vagy aki nem, annak valamivel az élete jobb legyen. Itt azért lehetett látni azt, hogy megmozdultak az emberek, és reményt is kaptak. Szerintem hétfőn a munkahelyeken, legyen az akár az önkormányzat, legyen az akár egy gyár, ott mindenki arról beszélt, hogy végre megmozdult valami, reményt adott arra, hogy 2018. április 8-án oda menjünk az urnákhoz, mert eddig mindig azt hallottuk a médiából, hogy ők nem leválthatók. És ezt nem csak mi mondtuk, ezt a politikai elemzők mondták, hogy lehetetlen leváltani a kormányt, de abban nem gondoltak bele, hogy az embereknek egy idő után ugye a gyűlöletből már elegük van. Amit a média sugároz, hogy a gazdaságunk bübörög, nem hiszik már többé el, hiszen beletekintenek a pénztárcájukba február 21-én, és azt látják, hogy van kb. 4000 forintjuk, amit a hátlevő pár napra még be kell osztaniuk. Ez nem egy dübörgő gazdaság. És kampányidőszakban, hogy kormánypárti képviselők krumplit osztogatnak májkrémmel, akkor nem egy dübörgő gazdaságot vizionálnak, hanem egy háborús időszakot, mert hogyha jó a gazdaság, és tényleg dübörög, és mindenki jól érzi magát, akkor 120 centis plazma tévéket kell osztogatni, és akkor hátradőlhetünk, mert tényleg jó a gazdasági állapot a Magyarországnak. Azt gondolom, hogy, és hogyha bekapcsolják a tévét, ha hazamennek innen, szerintem az esti 8 órás hírekben is ugyanezt fogják hallani, hogy a hódmezővásárhelyi választás megmutatta az embereknek, hogy hogyan kell választani. El kell menni az urnákhoz, azt az 5-10 percet rá kell szállni az idejükbe, és véget lehet vetni ennek a, én is már azt mondom, a kialakuló félbe, vagy már kialakult diktatúrának, aminek a képeit most már mindannyian láthatjuk. Az a baj, hogy az emberek félnek, és ezért volt nehéz az, amikor azt mondták, hogy a közvéleménykutatók óriási Fidesz fölényt mértek, itt is egy 60%-os Fidesz fölényt mértek. És láss csodát, ez a fölény ez megfordult az ellenzék javára. Miért? Mert hogyha az elmúlt időszakot figyelembe veszük, az elmúlt 2 évben a közvélemény kutatások úgy zajlottak, egy reprezentatív 1000 fős kutatást próbáltak csinálni, ahhoz körülbelül 4000 ember kellett megkérdezni, hogy 1000 válaszoljon rá és az értékelhető legyen. Most 2018 év elején vagy 2017 év végén ez a szám ez megugrott 12 000-re. Ezt már nem is lehet értékelni. Nagyon sok olyan közvélemény kutató most már eljutott addig, hogy most már nem is telefonon kérdezik meg a lakosságot, hanem utcát járva, kis papírral megállítják, megszólítják, mert máshogy nem lehet közvélemény kutatást csinálni. Ez időigényes, több pénzbe is kerül, és nagyon nehéz. Ezért a közvélemény kutatásokat ugye a kukába szokták dobni, és van egy ember, aki nem is hitt neki,
és nem is hisz neki, senki más, mint Orbán Viktor, hiszen 2002-ben ezért bukott elő. Hátradőlve azt mondta, hogy közbeni kutatók magas Fidesz támogatottságot mértek, megnyerhetjük, másnap meg ugye elbukták a választást. És ugyanebben a cipőben jár most is a Fidesz, ezért kapkodnak, ezért van most annak nagy csend, hiszen hogyha megnézték a közmédiában, egyetlen egy mondat nem hangzott el a Hódmezővásárhelyi választása, egy kisebb településnek a választásáról, arról esett szó több órán keresztül, de erről nem. Tehát összefoglalva, a Hódmezővásárhelyi választás egy sorsdöntő választás volt. Ezt nagyon sok elemző is azt mondta, hogy ez az előválasztása a parlament és országgyűlési választásoknak. Ez a modell, ez lemodellezhető akár itt Ajkán, vagy az ország más választókerületeiben. És mindig csak pártok oldaláról próbáltuk megközelíteni. Mindenki azt mondta, hogy összefogás kell a pártoknak, akkor lehet leváltani ezt a rendszer, viszont én és az ellenzék is másik oldalról próbáljuk megközelíteni, mert eddig a választópolgárokat mindig kihagytuk belőle. A választópolgár tudta, és ezután is tudni fogja azt, hogy ki az az erős ellenzéki jelölt, aki le tudja váltani a Fidesznek a képviselőjét. És itt nagyon egyszerű eset van, van egy erős képviselőjelölt, és van egy pártlista. Ezt a két szavazatot meg lehet osztani, és akkor még a jó érzése is megmarad, hiszen azt a pártot tudja támogatni, akit ő szíve szerint szeretne, de azt is meg tudja tenni, hogy azt az erős képviselőjelöltet, aki meg tudja verni helyben, az, legyen az akár itt ebben a háromszámú választókerületben, Ajkán, vagy akár Veszprémben, Pápán, vagy tegyük fel az ország más területén, melyik az, aki le tudja váltani. És így lehet Isten igazából egy kormányváltást megtenni. Azután, hogy a kormányalakítás hogyan adjuk, az már az, úgymond a pártok majd leboxolják egymás között. A egészségügyi kérdésével nagyon mélyen kéne foglalkoznunk, hiszen az egészségügy és az oktatás a két leginkább belemelő területe az országnak. Sokszor elhangzik a kérdés, hogy ha Kapolcán kórházfejlesztés történik, akkor az esetleg gyengítheti az ajkai kórház pozícióit. Mi erről a konkrét szakmai véleményed? Inkább megfordítanám a kérdést. Azzal, hogy Tapolcán kórház romboltak, tehát osztályokat szüntettek meg, rossz helyzetbe hozták az ajkai kórházat. Szerint a kettőnek volt egy adottsága és volt egy ellátási területe, amelyhez alkalmazkodott maga a kórház, és alakította ki a struktúráját. Így volt ez Tapolca tekintetében, és így van ez Ajka tekintetében is. 2012-ben, hogy megszüntették Tapolcán az aktív ellátást, a sebészet és felgyógyászati ellátást, az ott élő embereknek a nagy része ide Ajkai kórházra, tárgyaira került, az Ajkai kórház terhét nyomta, úgymond, de a kapacitása viszont nem nőtt ennek a kórháznak, tehát nem érkeztek plusz orvosok, plusz ápolók, a legfontosabb plusz eszköz és plusz ágy sem volt arra, hogy ezt a megnövekedett betegforgalmat ez a kórház el tudja látni. Ugye ez éveken keresztül azt hallottuk betegektől, hogy nagyon sokat kell várni a sürgősségi osztályon, hogy ellássák őket, és utána még az osztályra felkerülve nagyok a várólisták, nagyok az előjelzések. Ez sajnos mindennek a következménye. Amíg normálisan működött innen 35 km a Tapolcai kórház, akkor ilyen nagy gondok még ezekkel az elmondott esetekkel kapcsolatosan nem volt. De miután megszüntették, ugye a teher rá nehezedett az Ajkai kórházra. Ezelőtt egy fél éve kétszer kértem ki adatigénylést a kórházból, hogy mekkora az a betegállomány, ami Tapolca és Sümeg körzetéből ide érkezik akár mentővel, akár hozzátartozók országba a sürgősségi osztályra, és ezekből a beérkezett betegekből hány olyan beteg van, akit 24 órán belül, adott esetben 5-6 órán belül az otthonába is engednek. Hát ez borzasztó magas szám, a beérkezett eseteknek a 80%-át már 5 órán belül hazaengedték, ami azt jelenti, hogy ha Tapolcán lett volna akkor egy sürgősségi fogadóhely, vagy egy 15 ágyal működő sürgősségi pont, belgyógyászati háttérrel, akkor ezeket a betegeket ott el lehetett volna látni, és adott esetben
az itt várakozó ajkai betegek előtt kerültek volna ellátásra. Mert ugye általában úgy van, hogy aki mentővel érkezik, az mindig elsőbséget élvez, és tapószerű és sümegről általában betegek mentővel érkeznek ide, tehát ezért növelik a várakozási időt a sürgősségi osztályon. Ezzel a két adattal 2017. júniusában már felkerestem több körben az államtitkát, és június végén az államtitkár úr az adatokat megtekintve rábólintott arra, hogy Tapolcára visszakerüljön valamilyen ellátási forma, és így csökkentve az ajkai kórháznak a terhei. Ez most holnap után március 1-én fog megnyitni 15 ágyal ez az úgynevezett belgyógyászati osztály sürgősségi fogadóhelye. Ez nem a tipikus belgyógyászat fogalma, ugye ebben most nem megyek bele, hogy előjegyzési listára kell venni, és kivizsgálást lehet ott csinálni. Ez egy olyan 15 ágyos belgyógyászat, ahova beszállíthatják azokat az eseteket, amelyről azt gondolják, hogy 24 órán belül rendeződik a státusza, és majd haza lehet engedni. De ezzel a kis lépéssel már akkora terhet vettünk le az ajkai kórházról, hogy így a betegeknek a várakozási ideje és a betegágy kihasználtsága sokkal jobb lesz az elkövetkezendő időszakban, és ezt szeretnék majd monitorizálni, és tovább folytatni ezt ugyanúgy belgyógyászati ágyak vonatkozásában, illetve a sebészeti ágyak vonatkozásában. Ez jó a tapolcaiaknak, de legjobb az ajkaiaknak, hiszen egyszerre több beteget tudnak ellátni, és rövidül a várakozási lista. Országos szinten, helyi szinten, ugye mindenki azt mondja, hogy nagyon magas a várólisták száma, hogyha szakrendelésbe ülünk. Ugye itt keverik a kettőt, van az előjegyzési lista, ami a szakrendelésekre, hogyha ultrahangra, kardiológiára, nőgyógyászatra, urológiára, reumatológiára kérünk időpontot. Ez valóban itt helyi szinten is lehet egy személyzeti vizsgálatra akár 4-5 hónapot is várni. Ugye ezt helyben megoldani nagyon nehéz, mivel állami fenntartású a kórház, az önkormányzatnak még beleszólási lehetősége sincs abba, vagy még segítséget sem tud nyújtani abba, hogy ide orvosokat szerezzen. Amit lehet tenni országos szinten, ugye ezt már több szakmai egyeztető fórum is elmondta, hogy elsősorban ugye a béreknek megemelése szükséges most, amit az elmúlt időszakban valami, hogy az egészségügyi dolgozóknak, akár legyen az orvos vagy szakápoló, a bérét emelték több fokozatba, volt egyszer egy 16-12, majd egy 8%-os béremelés, és érdekes módon a béremelések után mindig jöttek a sajtóhírek, hogy ezek a béremelések mégsem értek révbe, hiszen ha csak a választókerületet nézzük, 5 olyan ápolót, legyen az akár a kórházi dolgozó vagy mentőápoló, amely a 8% nem érte még el az 1100 forintot se. Nem vagyok egy közgazdász, de hát azért a szakmunkás minimálbért, hogyha alapul veszünk a garantált bérminimum, az 181.000 forint, annak nem lehet a 8% 1500, de legfőképpen nem lehet 0 forint, hiszen volt olyan kollégám, aki most a 8%-os béremelésnél 0 forintot kapott. Hogyha a kormány ezt teljes mértékig komolyan gondolta volna ezt a bérrendezést, akkor inkább többet adott volna, mint semmit, hiszen a többért nem reklamált volna egy dolgozó se. Tehát, hogyha egységesen adnak 30.000 forintot, akkor mindenki hallgat, és nincs ekkora sajtó visszhangja ennek a béremelésnek. Másodszorban ugye a megkérdezett ápolók, illetve orvosok, akik elhagyták már az országot, nem elsősorban a béreknek az alacsony mi voltát sorolták fel, hanem a kórházakba uralkodó viszonyokat, hiszen nagyon sok esetben egyszer használatos dolgokat újra sterilizáltak, nem voltak meg a szakmai minimál feltételek az ő munkájukhoz. És kimentek Ausztriába, Németországba, ahol sokkal jobb körülmények között dolgoztak. Ezeket megteremteni a következő kormány dolga lesz. Ugye teljesen mindegy, most melyik kormányzatot nézzük, ez az az ágazat, az egészségügy, ami egy nagyon hálátlan ágazat volt, hiszen innen mindig csak forrásokat vontak ki. És hiába halljuk azt, hogy GDP arányosan mennyit, vagy nominális értékben mennyit fordítottunk az egészségügyre, GDP arányosan, viszont nagyon keveset. Az egészségügy egy nagyon kényes kérdés, és mindig úgy nyúltak hozzá, hogy csak nincs más volt. Én azt gondolom, hogy... Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnézést kérek egy picit elkésztem. Foglaljon helyet! Köszönöm szépen! Tudunk, hogy ilyen hideg időben is azért vett a fáradtságot is. Tehát volt tartottam a
mindenkori kormánynak is, a következő kormánynak is az lesz az első legfontosabb feladata, azt gondolom, hogy az egészségügyet rendetni, mert hogyha nem teszünk valamit, akkor ugyanúgy, ahogy Románia, óriási gondba leszünk. Románia az utolsó 24 órában lépte meg azt a bérfejlesztést, amit meg tudta állítani az elvándorlást, a jó szakképzett embereknek az elvándorlását. Elsősorban Magyarországra jöttek, majd egy ugródeszkának használták Magyarországot, és tovább mentek Ausztria felé. Most mi már nem várhatunk a V4-ektől sem segítséget, hiszen a V4-ek is megelőztek minket a bérek tekintetében. Azt gondolom, hogy folyamatosan, fokozatosan kell letenni az asztal olyan elképzeléseket, amely meg tudja állítani ezt a folyamatot. Nagyon sokszor hangsúlyoztuk azt, hogy olyan bértáblát kell adni az egészségdolgozóknak, ami azt bizonyítja be, hogy érdemes itthon maradni és itthon dolgozni, és egy olyan programot, amelyet most már minden egyes ellenzéki párt aláírt, legyen az akár jobb vagy baloldali párt, ez az egészségügyi minimum, amit Kincses Gyula fogalmazott meg, és ehhez minden egyes pártnak ragaszkodnia kell az elkövetkezendő időszakban, ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen. Túlárazott beruházások és a kórházak hiánya. Ugye nagyon sokszor elhangzott az a felvetés, hogy de jó lett volna, hogy a miniszterelnök és korábban orvos szeretett volna lenni, nem futballista, akkor mennyivel könnyebb helyzetben lennénk mi most? Ez csak egy ilyen költői kérdés volt. Ami igazából fontos lenne, hogy kimutatható-e, vagy számszerűsíthető-e az, hogyha az Ajkai Kórházon úgy könnyítenénk, hogy újra a megyében csinálnánk 4 plusz belgyógyászati ágyakat, az plusz költség lenne, vagy esetleg megtakarítás? Is. Tehát, hogyha most gúnyos akarnék lenni, és ugye minden egyes ellenzéki képviselő azt mondja, hogy a stadionok azok felesleges beruházások, és ezeket a pénzeket inkább fordítsuk kórházra. Én azt gondolom, hogy fordítsuk kórházra. Hogyha megnézzük, hogy mennyiből épült meg egy stadion, az egy stadion felépítése közel 3-4 milliárd forint, plusz a fenntartási költsége közel ott vagyunk az 5 milliárdhoz, de nem tudunk benne focizni, ez az egyik. A másik, ha megnézzük azoknak a kórházaknak a hiány termelését éves szinten, az Ajkai mondjuk az 450 millió, a Tapolcai kórházi az most már a 200 millióról lecsökkent, most már éves szinten 120 millió, tehát 320 millió, vagy 500 millió forintnál járunk éves szinten, most ha kiszámoljuk, akkor ez 10 évig nullszaldósan lehetne működtetni egy stadionárából itt a megyébe legalább minimum, tehát most minimumról beszélek, minimum 2 kórháza. És hogyha pénzről beszélünk, ugye azt mindenki elfelejti, hogy az egészségügy az nem egy profitorientált cég, tehát abban kell dönteni a pénzt ahhoz, hogy egészséges emberek jöjjenek ki ezekből az intézményekből, elengedhetetlen, és mindig pénzt kell áldozni, de hogyha lehet választani, akkor mindig inkább az egészségügybe tegyük a pénzt, mint a stadionokba. Hogyha megtanulnak focizni, én azt gondolom, hogy van önök között itt olyan ember, aki jár MB2-es, MB3-as meccsekre, és sokkal élvezhetőbbek, mint a mondjuk a Puskás tör, vagy a nem a Puskás tör, mert az egy nagyon szép stadion, még a kedvencem is, de hogy a Felcsútra elmennek egy látogatásra, azért megnézik ott a stadiont, hogy mennyiből épült és milyen infrastruktúrája van, elmennek a mellékhelyiségébe, elcsodálkoznak, és utána bemennek egy kórháznak a mellékhelyiségébe. Hogyha kettő képet egymás mellé teszünk, nagyon sok ember nem tudná megkülönböztetni, hogy melyik a stadion és melyik a kórházé. Ebből is látszik az, hogy olyan túlárazott és hasznot nem termelő beruházásokat csinálunk, amit csak a haveri zsebeket tömik ki, viszont az, amire legjobb szüksége lenne és legnagyobb szüksége lenne az itt élőknek, legyen az Ajka, Tapolca, Sümeg vagy az ország bármely területén, ezek az egészségügyi intézmények, ahol gyógyulni megyünk, de sajnos egyre több van olyan, hogy bemegyünk gyógyulni és még betegebben jövünk ki ebből az intézményből. Tehát én azt gondolom, hogy a pénzt nem szabad sajnálni az egészségügyből, az nem várható el, hogy az állami egészségügyi rendszer profitot termeljen, de azt meg tudjuk tenni, hogy minimum a nullszabadot elérjük. Kérdés téma. Te is nézsz világmegkerítésre, mint több. Úgy gondolom, hogy itt van, én apuka vagyok, holok át az oktatás, ez egy katasztrófa. Most maradj, hogy tegyük egy kicsit megkerítést. Saját bőrömmel érzem a középiskolás fiamon, hogy nyugdíjas tanárok vannak,
nincs oktatás. Karácsony óta családi vacsorára apa keresik más iskolát, ez nem jó. Ez most az egészségügyi, akkor mondta, menjünk az oktatásra. Fontos. Nagyon fontos. Hanem az egészségügy talán a legfontosabb, hogy úgy gondolom, hogy tudatos butítás folyik az iskolákban. Tisztelte kivétel valamelyik iskola. De akkor a kerítést hagyjuk majd. Én azt mondom, hogy másik részén, és arról is beszélgetek. Valóban, hogy az egészségügy mellett, hogyha megnézzük egy televíziós beszélgetést, vagy ha felnyitjuk az újságot és egy ellenzéki portált megnézünk, mindenhol előjön az oktatás és az egészségügynek a romlása és katasztrofális helyzete. Ugye az oktatásban is ugyanaz a helyzet, mint az egészségügyben. Ott, hogyha megnézzük, diákoknak elsősorban leterheltségét. A régi időszakban ugye nem volt ilyen 0. óra, plusz még a 7. óra, és még 8. óra, plusz még akkor a olyan szakkörök, amikre ugye muszáj járatni a gyermeket, hogyha azt szeretnénk, hogy fejlődjön. Viszont a tanároknak a leterheltsége és az időskora is azt eredményezi, hogy az oktatás minősége romlik. Ugye, ha megnézzük a tanári bérezéseket, az se fedi a valóságot, ami a médiában előjön, hogy mennyit emeltek. Ugye, hogyha elvégzi ezt a PED1, PED2 vizsgát, és akkor emelkedhet a bére, de még az sem éri el azt a színvonalat, amit az ő munkája megkövetel. Keveset keres, nem úgy figyel a gyermekre, nagyon sok gyerek van egy osztályban, nem úgy tudja tanítani, nincsen rá ideje. Elfásultság, ezt a burnout szindrómának hívják, ugye minél többet tanít, minél többet van gyerekek között, annál nagyobb az esélye annak, hogy elfásul, és nem úgy adja át azt a tudást, azt a tananyagot a gyereknek, ahogy az kellene. És ezért, amikor hazaér egy az, hogy fáradt, nem tud rendesen figyelni az órán, és még a szülőknek ugye plusz ráfordítása az, hogy korrepetálásra járás, és még fáradtabb lesz a gyerek. Most egy ilyen oktatási minimum is van, tehát abban is megegyeztek az ellenzéki pártok, hogy át kell reformálni ezt az egészet. Tehát minimalizálni, vagy lejjebb kell csökkenteni az órán számát, főleg alsó tagozatban, és folyamatosan emelni, de ehhez is az kell, hogy megfelelő számú szakember legyen ebben a rendszerben, mert tanárok nélkül nem lehet ezt működtetni. Nem a szakterületem az oktatás, de Zúrozó Rával, az Oktatási Bizottságnak az elnökével beszélgetve ugyanezt az álláspontot képviselni. Köszönöm. Hát én saját bőrömmel tapasztaltam, mert 23 éves fiatalnak. Hát az iskolában nem, hogy szakmailag nem tanították, mint gyakorlatilag abszolút semmit nem tanultak. Szóval, amikor egy csőre menetet kell vágni, és azt se tudja, hogy melyik gépet vegy elő, akkor már katasztrófa. És azt mondom, a saját bőrömön tapasztaltam, 3 hónap után megköszöntem neki, mondtam, hogy sajnos. Ez milyen terület? Vidrász fűtésszerelés. Mert nem Mészáros Lőrincnél tanul, mert hogyha ott tanult volna, már milliárdos is lenne, és lehet, hogy a szakmát is tudná. Egyébként a duális képzés még nem ment át teljesen ebbe a rendszerbe, és ugye nagyon kevés az a szakoktató, aki teljes mértékig át tudna adni ezt a tudást az emberek, ez az egyik. Viszont hogyha van egy jó képességű szakmunkás tanuló, akiben látják rációt, hogy egy nagyon ügyes már másodévben is egyedül tud végezni bizonyos területeket, és kimegy egy szakmai tanfolyamra, vizsgára, vagy versenyre Ausztriában, Németországban, Svájcban, ott is felfigyelnek rá, és megkeresik, és azt mondják neki, hogy ha elvégzed az iskolát, gyere ide hozzánk, mert mi 8-szor akkora bért tudunk neked adni, mint amit Magyarországon biztosítanának. Tehát ez igaz az élet bármely, vagy a szakma bármely területén, legyen az oktatás, egészségügy, vagy akár a géplakatos, az építőiparban dolgozók, a jó szakembereket elszikkázzák tőlünk, mi kiképezzük, hiszen azért még ahhoz képest, hogy az oktatási rendszerünk, a tanárok ugye ebben a burnout szindrómában szenvednek, és nincsen utánpótlás. Ettől még a szakmai oktatásunk kiváló, legyen az akár egészségügy, akár más terület. Viszont a nyugat-európai országokban ez a fajta oktatási rendszer nincsen, és ezért csinálják azt, hogy a jól képzett szakembereket elszikkázzák tőlünk. Ezt is csak. Ugye most mindig visszatérünk a pénzhez. Pénzt csak pénzzel lehet kiütni, hogyha nem változtatunk ezeken a béreken, nem fogjuk tudni itthon tartani a jó szakembereket. És akkor sajnos az lesz, hogy ismét csak idegeskedhet. Összevont osztályok vannak, és 4 fajta szakmát akarnak megtanítani 2 óra alatt a tanulóknak. Nem.
Nem, szóval ezt be kell látni, hogy hát a bakatos hegesztő, ez mind más szakban, más fogások vannak. És szegény gyereket hiába próbáltam, azt mondta, hogy az oktató alkotásatok velünk. Na most abban nem fog szakmát tanulni. Csak a kertemzsel. Bérumió. Ez is egy érdekes. Köszönöm, hogy polgármester úgy eljöttével, mert annyi téma van. Bérumió, és akkor itt a pénzről beszélünk. Ugye a Jobbik Magyarországi Mozgalom elindított egy aláírásgyűjtést, ezt úgy hívják, hogy bérunió, hiszen a ma Magyarországon az árunió az már teljesült, ugyanakkor a árat fizetünk egy narancsléért, húsért, ruháért, nagyjából itt Magyarországon, mint Ausztriában vagy Németországban, viszont az árak azok ne, vagy a bérek azok nem lettek mellé felzárkóztatva. Ugye ezt a kezdeményezést megkaptuk azt, hogy mi az unióhoz fordultunk, pedig az unió ellenes párt volt a Jobbik, és hogy miért fordul az unióhoz, azért, mert az unió dönthet erről, hogy ezt a napi rendi pontjába beveszi, és dönt erről, hogy olyan javaslatokat tesz le az asztalra, ami ez megvalósítható legyen. De nem csak Magyarország volt az, aki kezdeményezte, hiszen több tagállam csatlakozott hozzá, köztük Lengyelországból találtunk partnert, Romániából, Horvátországból, Észtországból, és most már Portugália és Spanyolország is csatlakozott az aláírás gyűjtéshez. Ez azt jelenti, hogy minimum 7 Európa Uniós országnak az együttműködése és aláírás gyűjtése szükséges ahhoz, hogy 1 millió aláírás összegyűjön, és az Európa Unió Bizottsága erről határozatot hozzon, és egy javaslati csomagot letegyen azoknak az országoknak az asztalára, akik ezt a bérkiegyenlítést szeretnének. Ez, ugye a kormánypártok mindig azt mondták, hogy mi adókat akarunk ezzel emelni, mert majd azt fog eredményezni, hogy kell az adót emelni. Nem. Ez olyan gazdaságélénkítő javaslatokat fog tartalmazni ez a csomag, ami azt eredményezi, legyen az kisvállalkozói szint, vagy KKV, vagy nagyvállalkozóknál, hogy folyamatos gazdasági növekvés esetén tudnak emelkedni a bérek. Ez már most elengedhetetlen, ha ezt nem lépjük meg, akkor nem tudjuk megállítani a fiatalok elvándorlását. Az egyetlen egy olyan esélyünk van arra, hogy európai szintre hozzuk a béreket, hogy itt voltak csak azokat a jó szakembereket, akik most már lassan mondhatom azt, hogy évtizedeken keresztül kiengedtük őket. Közben érkezett egy kérdés, vagy téma. 8-asok kérdése, ajkány négycsávosítás. Úgy gondolsz, mennyire fontos ez? Igen, ezt 2015-ben is mondtam, hiszen mind a gazdaságban, mint a turizmus is idegenforgalomban meghatározó a 8-as út forgalma, hiszen ha azt nézzük és azt várjuk, hogy az idegenforgalom erősödjön, és a gazdaság is, akkor elvárható az is, hogy jó minőségi úton érkezzen hozzánk le a Balatonpartra, vagy ide Ajkára az euró. Hogyha megnézik a 8-as, 84-es útnak az állapotát, azért elég katasztrofális. Ajka egy ipari gazdasági területtel rendelkezik, amelyen nagy teherautóforgalom van, és ez a teherautóforgalom általában Németország, Ausztria felől érkezik ide, de hogyha megnézzük az osztrák útviszonyokat, és mellé tesszük a 8-as útnak az útviszonyát, óriási különbség van a kettő között. Ez ugye milliárdos beruházások, de ha azt gondolom, hogy a presztízs beruházásokra jut, akkor ha a gazdaság élénkítést szeretnénk, elsősorban utak fejlesztése is fontos. Több körbe beadtam már itt a térséget érintő útfejlesztésekre, költségvetés módosításába pénzösszegeket. Érdekes módon ezt nem támogatták egyszer sem. Megpróbáltam másik oldalról megközelíteni a közútkezelő felől, hogy az elkövetkezendő időszakban mekkora olyan forrás van itt a térségben, amely átcsoportosítható ahhoz, hogy itt ezek a kérdések, ezek a kritikus szakaszok meg legyenek oldva. Hát az első téves terve nincsen benne ezeknek az útszakaszoknak a felújítása, kisebb toldozgatások, foldozgatások vannak, ami nem oldja meg ezt a problémát. De én azt gondolom most itt, és hogy ne is lőjek túl a célon, de a távlati célok azok, hogy kétsávossá tenni ezeket az útszakaszokat, hiszen, hogyha megnézzük, egy Sopron felé vezető út egy másfél óra innen, tehát egy kétsávos úton azért gyorsabban és biztonságosabban megközelíthető. És ez azt gondolom, hogy nem egy nagy cél, és nem egy elérhetetlen cél. Köszönöm szépen. Az agykazetták biztonsága,
illetve naperőműkből kettőkosítés? Nagyon nagyszerű kérdések, emlőben ez kettő a szakterületen. Ugye itt a vagykazettáknak úgymond az ülepítével, nem tudom a pontos nevét, ez folyamatosan zajlik, hiszen itt tósoknál hordták ki, talán még a nyár elején olyan bűzt árasztott el, azt a település részt hordtak, és ott megvizsgáltak ezt a lakosszak érintett területet, bár az egy, jól tudom, egy magánberuházás volt, és magára a területre nem lehetett bemenni. Ezt folyamatosan töltötték fel, megvan, hogy ennek a rekultivációnak mi a folyamata. Még azt is mondták az ott lakók, hogy ez valószínű nem földdel, hanem ülepített ürülékkel töltik fel, és így rekultiválják ott ezt a talajt, ez folyamatosan zajlik. Erről sajnos többet nem tudok mondani, viszont a naperőműveknek a kérdése az egy nagyon aktuális kérdés, és ezt már több város felvetette, és több település, hiszen olyan kihasználatlan energiák vannak itt, akár legyen a szél, vagy a naperőmű, amit lehetne hasznosítani. Tapolca is volt, hogy jól tudom. Mi is pályázunk, egy magánvállalkozó próbál megcsinálni egy ilyen beruházást, amely besegítene Tapolca városnak az energiaellátására, ugyanez igaz Ajka tekintetében is, és így lehetne csökkenteni a kiadásokat, és az mellett, hogyha már zöld energiáról beszélünk, ki lehetne egy idő után váltani a paksi beruházást, ami közgazdászok szerint sem térül meg a közelgő 100 évbe, ez a óriási tétel, amit ráfordítanak. És megint az a baj, hogy mindig csak nyugodtan tudunk példálozni. Most gondolom, minden közül nagyon sokan voltak Ausztriában, Németországban, és amikor az autópályán mennek, folyamatosan látják ezeket a naperőműveket, és egész rétet beterítő naperőmű hálózatot, amely az adott településnek, vagy akár több településnek az energiaellátását is biztosítja. Sajnos a magyar kormány ezt is egy adóval sújtja, hiszen az akkumulátorokra olyan adókulcsot vetett ki, hogy nem éri meg fenntartani, bár most a legújabb hírek szerint olyan cégek alakultak, amelyek ezeket a napelemeket gyártják, de ezek is kormány közeli haverok kezébe kerültek, úgyhogy valószínűleg ezeket az adókulcsokat majd lejjebb fogják csökkenteni. De miért csak naperőműről beszélünk, szélerőműről, miért nem? Mert igaziból nincsen semmiféle fejlesztés. Magyarországon van egy olyan szabályozás, ami nagyon szörnyű, amit úgy hívnak, hogy Natura 2000, és Natura 2000-es területekre ezeket a szélerőműveket nem lehet. A Natura 2000 védelem az nagyon sokba megfogja azoknak a kezét, akik ilyen szeretnének. Tovább megyek, megint csak külföldel példálozok. Van egy bajor gazda, van egy 10 hektáros földterülete, hektáronként feltesz egy darab szélerőművet, ezért az egy darab szélerőművért kapaszkodjon meg mindenki, éves szinten 10 000, azaz 10 000 eurót kap, hogy ott áll a földjén, és ezt az erőművet ő körbeülteti húzával, kukoricával, egyéb takarmány növényen, ami még a haszna is. Hogyha van egy 10 hektáros területe, 100 000 eurót kap a kormánytól éves szinten, és akkor meg lehet kérdezni, mit csinál ebből a 100 000 forintból, elmegy Hawaii-ra télen nyaralni egy hónapig. És ugyanazok a madarak repülnek Ausztriában, Németországban, mint Magyarországon. De sajnos itt van egy olyan Natura 2000-es törvény, amire nem lehet telepíteni. És ez a nemzeti parkok nagy területe az. És ha megnézzük, igaziból én úgy gondolom, és utána is olvasgattam, hogy a szélerőmű, ugye az általában 25 évre tervezzük, addig ezek a propellerek addig jobb. A napenergia jelen pillanatban épp hogy csak meghozzák az árukat. Ez nem így van. A jelen pillanat technológia állás szerint. Németországban élek, ahol lakom. Megvan rá, amit fészer, egy olyan fészer, hogy deszkáblál majdnem visszadőn, de ez egészen. De én azt mondom, akkor is a szélerőmű szerintem sokkal. Ott két családot ellát. A többi fölöst, ugye ott is EU-n a szolgáltató, átveszik. És működik. És működik. És azt mondták, hogy támogat a kormány 50%-ot, ha megvan az 50%-ot, hovatartozásodtól függetlenül megkapod az 50%-ot. Csak tedd fel. Igen, viszont a szélerőműnél, hogyha nem is kapok rá semmit, az akkor is meghozza többszörösen befetetett árát. Én értem, de most ami Sopron fele vagy Hegyeshalomnál megy, az az összes szélerőmű nem ivet elmel, hanem Ausztriába elmel. Ez a probléma. A föld úgy csak úgy lehet kiküszöbölni, hogy ezt a törvényt, vagy ezt a védelmet leszedik ezekről a területekről. Akkor egy se termel ide hozzám. És hogyha most akkor kapok egy pozitív visszaigazolást, amit elmondtam, ez így működik. Ez így működik Németországban. És
amit mondtam, tehát ugyanazok a madarak repülnek Németországba is, Magyarországon, csak nincs ilyen szigorú szabályozása. De ugye a kulturális berendezkedés is más. De hogyha ezt meg tudnánk itt tenni Magyarországon, akkor az óriási haszon lenne. Felteszem a kérdést vissza, miért nem lehet megtenni? Azért, hogy ne legyen jó a magyar embernek. Végül is én el tudnék képzelni minden egyes kertben egy kis szélerőmbet, ami megtermeli legalább a hőenergia egy részét a családoknak, és mondjuk kevesebb fát kell tüzelni. Például ilyenkor télen nem, azt kell támogatni. Hát ehhez egy következő kormány lesz, mert ahogy elnéztem az elmúlt 16 évben, ezt nem támogatta senki. Vagy ha napenergiáról van szó, akkor ne a termőfölddel tegyük le, itt van ez a rengeteg lakos tetejű épület. De nincsenek is termőföldek, hiszen mi elmész erre fölfelé, mindig gazba van. De van, csak de nincs művelésben van. De bármikor lehet művelni. Még szerintem, hogy 10 percet tudunk hidráshozni, mert az is fontos kérdés. Már itt komolyan, és akkor utána még, hogyha van kérdés, akkor válaszoljuk rá. Akkor most ne kellünk kerítés voltani. Kerítésre. Ugye erős téveszmék vannak, tehát is megjelentek ezek a komolyan nem mondható vízplakátok itt ország szerte, hogy több miniszterelnök jelölt, ő lelkezi Soros Györggyel, és akkor hogy mindenki lebontja a kerítést, meg kell nyugodni, senki nem fogja lebontani a kerítést. Ha rövid akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy a kerítés marad, a Fidesz megy és jön a Jobbik, de hogyha túl akarok lépni ezen, akkor azt mondom, hogy 2014 év végén már felvetődött ennek az ötlete, hiszen a migráns válság nem 2015-ben kezdődött el. Folyamatosan jöttek át Ásotthalomnál, ahol Torockai László van a polgármester, és ő már figyelmeztette a kormányt, hogy elindult egy hullám, és ő egyedül a kis falujában nem a polgárőrségével nem fogja tudni ezt megállítani, nem vette komolyan a kormány. Majd jött 2015-ben több időközi választás, akkor ha megnéztük a közvélemény kutatókat, padlón volt a Fidesznek a népszerűsége, és hogy valami kell neki, és egyszer csak megjelent több ezres tömeg a határon, akik bejöttek. Ő nekik ez úgy hiányzott, mint egy tál leves, és erre mit csináltak? Betelették őket ugye a keleti pályaudvarra, fenntartották folyamatosan a félelmet, majd megcsinálták ugye a kerítést, amelyet már több mint egy évvel ezelőtt javasoltunk nekik, átvették ezt az ötletet, csak rosszul csinálták meg. Tehát a kerítést megtették, megcsinálták, csak mellé a határőrséget nem állították fel, helyette szolgálatban lévő, akár ajkai, sümegi vagy tapolcai rendőröket vezényeltek a határa, és ezek az ajkai, tapolcai és sümegi rendőrök hiányoznak innen mai napig a közterületekről. Tehát a kerítés az ezután is fel fog maradni, de azok a rendőrök, akik jelen pillanatban határőrségi szolgálatot látnak erre a határ mellett, ők visszajönnek ide ajkára és itt vigyáznak a rendre, és mi pedig vissza fogjuk állítani a határőrséget. Tehát nem, bár elég erős kifejezés, de nem gondolom, hogy épelméjű államtitkár vagy képviselő olyan állítson bármelyik képviselő, hogy ő rosszat akar az országának, és beengedne ide több ezer migránst, és szétosztaná, mert volt már hallottam, amit helyi képviselő mondta, hogy majd Ajkára fognak érkezni, mert hogy szocialista a polgármester és támogatja a migrációt, mert nem volt hajlandó megszavazni egy idióta tervezetet. Nem. Ugyanúgy, ahogy Tapolcára se, Ajkára se, de az ország más területére se. De ha megfordítom a kérdést, ők az elmúlt évben, vagy két évben már többet telepítettek be, 2305 pontosan, sőt januárban már 400-at, tehát 2400-at, mint ami előírás lett volna arra, hogy megnézzük, hogy menekült státuszra jogosultak-e. Tehát nekünk csak azt kellett volna elbírálni. Erre szép titokban folyamatosan, úgyhogy az embereket nem tájékoztatták, 2300 migráns azért szépen betelepítettek. Most mi kikértük az összes önkormányzattól adatigénylésbe, hogy hány olyan önkormányzat van, ahol jelen pillanatban van migráns, hány olyan migráns van, aki integrációs képzésben és pénzhez jutott. Tehát ez azt jelenti, hogy ő ugyanúgy állampolgárságot fog kapni Magyarországon, plusz szociális ellátás sokkal többet, mint jelen pillanatban a magyarországi átlag. Én azt gondolom, hogy az a kormány, aki teljes mértékig migráns ellenesnek mutatta magát, titokban azért a másik arcát megmutatta és betelepítette, és hogyha miniszterelnök úrnak a szavaival szeretnénk élni, ne azt nézzék, hogy
mit mondok, hanem hogy mit csinálok. Tehát amit ő mond, és hát olyan két külön dolog. Máshol itt Magyarországon, máshol Brüsszelben, 3 éven keresztül átvágta a magyarokat, de nem csak minket, hanem a saját szavazóit is. Másképp már vagy bármilyen. Összefogás. Ugye a beszéltünk itt Vásárhelyen tulajdonképpen az történt, hogy az ellenzék bár egy ember mögé, és itt most mi lesz a választásokon? Igen, ugye azt elmondtam, hogy Hódmezővásárhelyen mi kerestük meg a képviselőjelöltet, mert nagyon alkalmas embernek mondtuk, és ez be is bizonyosodott. És ugye az ellenzéki pártok is látták, hogy jobb jelöltet nem fognak tudni kiállítani, ezért egy megoldás maradt, hogy beállni mögé. De azért volt egy renitens ember, ugye a szocialista pártban, aki szerintem másik oldalról biztatást kapott arra, hogy induljon el és megpróbáljon lefaragni bizonyos szavazatokat, de hát még az 1%-ot sem sikerült neki elérni. Ugye ilyenkor a politikai pártok mindig elkezdenek gondolni, most mi legyen. Politikai pártok között legyen az ellenzéki párt és más beállítottságú, összefogást nagyon nehéz létrehozni, viszont mi mindig a pártok oldaláról próbáltuk megközelíteni ezt az egészet. A választók már rég túléptek ezen. A választók 2015-ben, amikor még szó sem volt ilyen nagy összefogás, vagy visszaléptetések, vagy együttindulásokról, már akkor is meglátták Veszprémben, mondjuk Kéz Zoltán esetében, meglátták azt, hogy pedig ott aztán tényleg ott volt LMP is együtt, ugye a Jobbik is egy nagyon jó jelöltet állított ki, és mégis Zoltánban látták meg azt, aki le tudja váltani. Utána jött az én választásom rá 2 hónapra, aztán ott volt 22 párt, és nem volt, akkor még szó sem volt együtt indulásról, közös indulásról, az MSZP-DK részéről, az LMP részéről, az együtt részéről, és még volt nagyon sok töredékpárt, és mégis az itt élő lakosok meglátták bennem azt az erőt, hogy én képes vagyok leváltani. Tehát még egyszer azt mondom, mindenki a pártok oldaláról közelíti meg, hogy majd lesz egy közösen. Ezen a választók már rég túlléptek, és ezt mutatják a közvélemény kutatások is. És átjött az a irányított üzenet, amelyet már régóta vártunk, és ezzel élnek majd a választók, hogy ugye nem csak egyik szert kell tenni, mint ami most a polgármester választáson volt, hanem a szavazatokat meg lehet osztani. Meg lehet osztani úgy, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, és meg lehet osztani úgy a másik szavazatot, hogy arra a pártra, akivel én évek óta szimpatizáltam, akit szeretnék, hogy bent legyen a parlamentbe, és az én értékrendemet is képviselje, és mellette legyen ott az a képviselő, aki ezt a területet tudja képviselni. Ugye a kormányt, hogyha el akarjuk zavarni, csak így lehet. És utána a pártok meg már lebukszolják magukkal, hogy mennyi mandátumot szereztek, mi a meglátásuk. És ugye ezt mindegyik párt azt mondta, tehát ez legyen teljesen mindegy, hogy az MSZP-PM, vagy az LMP, a Jobbik, mindegyik azt mondta, hogy nincs összefogás, az, hogy visszaléptetés, vagy mindegyik azt mondta, hogy majd az választó meglátja, és hogyha megnézi, talán a mai hétévében volt mind a 3 pártnak a képviselője, mindegyik azt mondta, hogy a választó meg tudja azt különböztetni, hogy ki az erős és ki a gyenge. És érdekes volt a Karácsony Gergőnek a felvetése, azt mondta, hogy a választó nem birka, nem kell terelgetni, tudja a dolgát és tudja, hogy melyik az erős jelölt. Ez nem tud több, ugye mindegyik párt ezt mondja. Viszont akkor nem biztos, hogy összejön el a Vásárhelyi dolog, nem? De. Hát mondjuk, hogy elindul négy jelölt és elvisz mondjuk önnentől a hány százalékot, nem tudjuk, az MSZP biztos indulni fog, DK, nem tudom, tehát akkor viszont nem lesz. Ugye a DK nem fog indulni, mert MSZP, DK nem, ők már egy közös listán. Tehát hogyha ők is elvisznek, akkor viszont tehát, hogy a Fidesz a nevet. Még azért a Fidesz részekben 42%-ot. Tehát mindenképpen egy jelenleg kell. 42%-ot összeszedett Vásárhelyen a Fidesz részekben. Igen, és az azért elég. Azért 60%-ot összeszedett ám a független jelölt. Hogyha nem bízunk benne, akkor nincsen, de ez a Vásárhelyi. Minden körzetben a Fidesz-tel szemben csak egy jelöltnek kell kiállnia, és a pártoknak össze kell fogni, mint ez a bizonyos hétvégi példa, akkor azt mondja, bány bőgé. Mondjuk az biztos, hogy nagyon sok pártnak akkor sok mindenkit vissza kell lépni, de szerintem ez az egy megoldás. Kevésre az idő. Itt van, körülbelül 40 napunk van, 40 nap alatt
Hogyha fél év alatt nem tudtak megegyezni, pedig tudták, hogy mikor lesz a választás, 40 nap, az veszteség lenne, még ki is végeznék saját magukat, hiszen ha megnézzük azt, hogy alig tudtak összehozni egy közös pártlistát 3 hónap alatt. Az, hogy most visszaléptetéseken gondolkodni, amikor már összegyűltek az aláírások, nagyon nehéz. Úgy, hogy ugye, ha azt nézzük, a szocialisták és a DK-t megegyeztek, hogy 60-45 arányba ugye elosztották a választókerületeket, most akkor melyik lépjen vissza? Akkor már még az sem biztos, hogy meg lesz a listás szavazat. A harmadik az, még egyszer azt mondom, és nem csak én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja, hogy a választók úgy is tudni fogják, amikor oda mennek. Egy a lényeg, hogy mindenki menjen el, mert amíg 50% alatt van a részvétel, az kedvez a jelenlegi kormánypártnak. Amint 55%-ot eléri, már lehet reménykedni, hogy a kétharmad és a többsége nem lesz meg. Amikor 60%-ot elér a részvételi arány, borítékolható az, hogy még az abszolút többsége sem lesz. Egy a lényeg, hogy minél többen április 8-án elmenjenek az urnához, és ott az a választó ránéz a lapra, és tudni fogja. Őnek nem kell menni, tudni fogja. Gondolom már ön is tudja, hiszen azt nem április 7-én, vagy március 20-án, vagy február 12-én dönti el a választó, hogy ki fog választani. Szíve szerint úgy is tudja, hogyha egy képviselője 3 év alatt vagy 4 év alatt nem bizonyította be azt, hogy alkalmas az adott térségnek a képviseletére, akkor a választópolgár úgy is dönteni fog a sorsáról. Ha bebizonyította azt, hogy alkalmas, akkor további esélyt ad arra, hogy még 4 évig bizonyítsa, hogy ezt a folyamatot tovább folytassa. Nekem lenne egy, hogy az adóügyek, ami egy saját részpercákat kivédik, illetve a nyugdíjba vonult hölgyek ugye 40 évre, az is a Jobbiknak az előterjesztése volt, amit a Fidesz állapot. És azt is rosszul csinálta meg, azért nem szavaztuk meg. És most jelenleg ugye kilátásba helyezték, hogy a férfiaknál is. Így van, ugye a nők 40-et is mi terjesztettük be, és átvették nagyon szépen tőlünk, de nagyon sok olyan javaslatot, ami tartalmaztett az egész csomagot, azt kivették belőle, szolgálati időt átminősítették meg. És ez egy támogathatatlan anyag lett, hiszen így közel 150 ezer olyan hölgy volt, aki nem tudott élni ezzel a lehetőséggel. Ugye a férfi 40 programot is meghirdettük. Most pontos számokat nem tudok mondani, hogy gazdaságilag ez hogy fenntartható, de kiszámolták azt, hogy ha a fiatalokat itt hol tartjuk és visszapörgetjük a munkavilágába, akkor 0 szaldóra kijön. Hogyha megnézzük, és elsősorban azt néztük meg, hogy az átlag életkort a hölgyek és a férfiak tekintetében, ugye a hölgyeké magasabb, a férfiaké alacsonyabb, és ez azért van, mert többet dolgoztak, és amikor nyugdíjba kerültek, nagyobb volt a szív- és érrendszeri halálozási ok 65 éves korban. Tehát a nyugdíjba vonulás az 65 év, tehát még egy évet sem töltött nyugdíjba, és nem tudott unokázni. Ezért gondoltuk azt, hogy a 40 évet ledolgozott, és az legyen bármely területen, megérdemli ugyanúgy a nyugdíjas kor, és ennek olyan költségvonzatai nincsenek, amit nem bírna el ez a költségvetés. És ezt most is támogatjuk és bevezetjük, ez benne van a programban. És még akkor a személyi jövedelemadók és a adók vonzatába van-e valami változásnak, terveznek-e olyat, ami egyértelmű, hogy a dolgozó emberek át is fontos érdek. Tegnap előtti napon Varga Mihály, a gazdasági miniszter most már elismerte végre azt, amit most minden ember tudik Magyarországon, hogy az Európai Unióban, itt Magyarországon a legmagasabb a személyi jövedelemadó, tehát hogyha összeszámolunk mindent, hogy közel 51%, és ezt a terhet kell viselni a magyar embereknek, és ennyivel kevesebb marad a pénztárcáikba. És akkor itt beszélhetnék az áfa csökkentésről, ami nem jött be nekik. Ugye hiába csökkentették az áfát, azért az árak szépen emelkedtek, tehát ugyanúgy adta ki. De egyetlen egy megoldás van, hogyha ezeket az adónemeket csökkentés minél több pénz maradjon az emberek pénztárcájában. Az, hogy a családi adókedvezmény intézménye, az egy véleményem szerint egy jó lépés volt, de az mellé, hogy azok a családok is, akik nem tudnak ezzel rendelkezni, és nem tudják ezt az adónemet igénybe venni, azoknak is maradjon a pénztárcájában, az
az kell, hogy az adókat csökkentsük, viszont akkor a munkaláfordítását növelni kell, tehát többet kell termelni, ahhoz, hogy fenntartható legyen, tehát őszintén kell a fogunkhoz. Így van. És ha már adó, mi a helyzet a bankadóval? Amivel, a bankadóval mi a helyzet, amivel ugye burkoltan bizony súlyos ezreket vesznek ki az emberek zsebéből, úgyhogy sokan észre se veszik. Mert ugye a bank az nem egy humánum, arról közelíti meg a dolgokat, és vissza dobja ezt az igénybevevők, a hitelfelvevők oldalára. Tehát, nem csak a hitelről beszélünk, hiszen minden egyes tranzakció után kifizetjük. Pedig úgy hirdetik, hogy ingyenes a pénzfelvétel, de hát ugye minden egyes átutaláshoz, vagy felvételhez, vagy bolti vásárlásnál ezt a bankadót, ezt azért megfizeti. Igen, holott amikor bevezették, akkor ugye azt ígérte a kormány, hogy ezt nem engedik meg a bankoknak áthárítani. Érdekes, hogy erről senki nem beszél most a kampányban, hogy mi lesz a bankadóval, vagy mi lesz az útdíjjal, amit ugyancsak bevezettek, hogy 4,5% egy postai csomag után az útdíj. Ugye nagyon sok olyan dolog van, amit a kormány megígért, és valamilyen szinten pont más formában, de mégiscsak behajtott az embereken. Ez legyen akár mondjuk a rezsicsökkentés, nem tudom, mint hányan érzékelik a rezsicsökkentésnek a kellemes hatását, főleg úgy, hogy nagyon sokan vidéken fával fűtenek, és a fára nem érvényes ugye a rezsicsökkentés. Nem vagyok egy nagy közgazdász, és ez az Kárpát Dánielnek a szakterülete, aki az eladósodott embereknek és a kilakoltatások és a hitelkárosultnak a dolgaival foglalkozik. Danival nagyon sokat beszélgette, és azt mondta, hogy ez az adópolitika, amit jelenleg a kormány folytat és a kilakoltatások ellen, ez egy nagyon negatív tendencia, és ez csak nőni fog. Ugye az Alta TV feltette nekem még annól azt a kérdést, hogy tehát hogy akarjuk megsarcolni a bankokat, majd a bankok fogják magukat, és akkor jól elmennek innen Magyarországról, legyen az, hogy a Ajkáról is, vagy a Tapolcáról is. Én nem értem a bankokat, hogy ők feladnák ezt a nagyszerű státuszt, hiszen ők horgásznak a halak között, és várják, hogy a csalira rákapjon egy hal, és azt kihorgásszák, és hogyha kevesebb a horgász, akkor több az esélye, hogy több halat is fog fogni. Tehát a bankok majd leboltolják ezt egymás között. A kormánynak, mindenkori kormánynak viszont az a dolga, hogy a lakossági érdekeket vegye figyelembe. Köszönjük szépen. 29-én lesz a folytatása, oda is szeretettel várunk mindenkit. Az egy nagyobb körben megrendezett, a postaládákkal lesz kiszólva, de örülök, hogy ebben eljött.